Did a panic of a See, I became. Megnézem már a kollagén a bőrömre, milyen hatással van. Hát szarni a bőrre már rá. Semmilyen hatással nincs, viszont Lauzátéren vagyok. Itt ülök, azt elmélkedek az élet hiába valóságán. Bevásároltam, 26 ezer forintot hagytam. 28-at. Egy havi utalásom. Üzenem innen a kocsiból. Olyan szép epret kaptam, baszki. Hova tettem hátra? Nem látod meg. Gombát vettem, salátát vettem. Tejfölt vettem, sajtot vettem. Diós kenyeret. És azon morfondírozok, hogy csináljak egy húslevest, vagy ne csináljak. Én ezt úgy szeretem, hogy az nem igaz. De soká van még sokadika, úgyhogy ettől eltekintek, azt hiszem, még várják, gondolkozok, ne rohanjál. Ne rohanjál, hova rohansz? Mire ez a nagy rohanás? Hova kapkodsz szombat reggel? Ó, bazd meg, hát várjál, ma padidőz. Hát ünnep jön. Mi az anyám csáját főzzek? Egyedül vagyok, hát. Sárga borsót. Egészen. Lencsét, nem? Főzek egy húslevest, és menjek vissza. És kedvem. Így nem csináltunk húslevest, megmaradt a pénzünk. Majd amit tanálunk otthon, abból főzünk. Igen. Gyere, Margó, mert te taxi vagy. Te sejetel. Én annyira nem mondjuk. Sőt, mondjuk sem ennyire. Olyan szép idő van ez a... És ahogy itt csicseregnek a Klauzátéren a verebek, nálunk nincsenek verebek, te. Nincs veréb. Én nem tudom, hol tettél őket, a jóisten. Galamb, annyi van ez a házi galamb, hogy azt is miért engedték így, a gerle alig van, vad gerle. Na mindegy, nem morogjál, öregasszony, szombat reggel van. Palota forradalom volt a Spárba. Bejött egy asszony, hát tőlem egy 20-assal biztos fiatalom. Maszk nincs rajta. Klauzátér is párról beszélek. Rászóltak, hogy vegyem fel maszkot. Hű, barátom. Ahogy én káromkodok, az semmi. Hülye vagy? Volt ott minden, mindenki, csak nagyságos asszony, nem? Na, rögtön partnerére akadt, volt hozzá kolléga. Ez a telibe, pont. Karácsony Gergő. Szó, fiam. Hát, szatyor legalján volt a telefonon, felveszem már videóra, de valami személyiségi jogokat, hogy mi az anyám picsájt sértenék vele. Úgyhogy így nem lett aztán ebből semmi. Hú, barátom, volt ott, hát de hát ne félj. Ne félj csak. Karácsony, te vagy a hunyó, baszki. Jobb, ha lemondasz most, mielőtt. Még kér a nép, most adjatok neki. Utána elindulok. Egy pár csípős kolbásszal, ott oda baszok. Hát de nem verekszem, megeszem én, a szülye vagy. Rengeteg a rendőrautó, de hogy mi a szarért? Hát biztos megvan az oka rá. Vagy okok rá.
Szerinted mit látok? Mert beáll úgy a kocsival, semmit nem látok. Hát, vagy belém jössz, vagy nem. Nem is jött senki jól. Király utcán haladunk, marha messze voltam. Úgy hoztam ki, hát olyan 15 kiló biztos lehet a táskába szerintem. De lehet, hogy nincs annyi, csak én érzékelem már így vén fejjel. Nehéznak maradjunk annyi, hogy nehéz. És úgy kihoztam, hogy nem görnyedtem be a derekammal, kollagénre visszatérve. Nem fájt a kezem, még megállítottak, mennyire vettem az epret. Látták majd a szarokon, nehéz a táskám. Két férfi, hát én van. Nem mondták, hogy tesz majd adni, aztán... Na, hülye vagy. 20 évvel ezelőtt, igen. Ó, ölbe hazavittek volna. Na, mindegy. 1900 forintért vettem első osztályú ekkora magyar epreket. Elgondoltam, bassza kutya, egyszer élünk, max. Kétszer, nem? Hát nem, már ne egyek az idén epret, mert tökön lövöm magam. Gyere, testvére! Merigó Márta, nem szép, de rohadt nagy zavallét. Gyere, avval a kis picurkáddal, gyere, ődöző. Kis smart. Akkor se kéne smart, ha ingyen adná. Soha, szívesen. Soha nem kéne smart. Halálfélelmem van, ha ránézek, nem, hogy beleüljek, hülye vagy. Na, így. Ú, itt meg egy kis Volkswagen Cabrio. Ez volt szívem vágyad, ez a tetves házelnök, hogy a bőr hűljön rá. Sose vett nekem. Nem baj, nem baj, Kálmán. Eljön még az én időm, vigyázzál, fogsz még faszolni. Fogsz még faszolni, öregem. Lesz még neked, nem unas, várjál. Limuzin. Egy hófehér limuzin. Mi lehet jó egy limuzin? Bár én ültem Amerikába limuzinba, jó? Bocsássál már meg. Queensből mentünk Manhattanbe. Manhattanbe. Mentünk limuzin. Akkor a fiam, mint egy, hát mint egy busz. Nagyon érdekes. Egyszer, de már másodjára nem tudna feltűzelni. Na, hova vigyelek még benneteket? Mert már Rumbakba vagyunk. Integet, hova álljak. Itt lakom, Margit, hát ismer már meg, itt vagy évek óta te. Zsibbagy fejű aladár. Ja, megismert, jó van, már nem is Integet. Hova vigyelek még benneteket? Tanáljátok már ki. Sehova? Jó, oké, megbeszéltük. Géz a fejed, erre mit van? Ups. Szokásos. Most már kikapcsolom, amíg belém álltok, hogy ez veri a ritmust. Franc apufátokat egyenek. Mindjárt jövök, csinyítom a kaput. Meg mégis főzek hústeves. Lehet visszamegyünk. Szombat, vasárnap, hétfő. Három napig egyek sárga borsót. Egyen a tököm sárga borsót három napig. De van mire itt gyümölcsöm? Meg tejszínem. Ez a gyümölcsleves miért nem jó? És utána? Halat akartam venni, rántott halat akartam enni. Már ebből nem lett semmi. Na. Annyi eszem van, amennyi látszik. Várjál már, visz, meg kell ezt gondolni. Várjál, leállítjuk a kocsit. Leállítjuk a kocsit. Lehet, hogy tovább kell mennem. Elkapkodom a dolgokat, rágyújtok, ez a biztos, mert akkor jönnek a jó ötletek, meg a bubi. Ugye milyen ügyesen elférsz, látod? Vettem gombát, van. Az udvarba petrezselyem. Mivel csinálunk egy gombalevest? Egyik nap, másnap gyümölcslevest. Jó van az úgy. Úgy lesz az. Ne röhögjél, mert az anyád picsát röhögsz. Hát miért nem szoktál magadba beszélni, hülyát? Kihez szóljak? Gyümölcsleves lesz ez, meg gombaleves. Ezek nagy kérdések, hogy mi kerül majd a budiba. Húsan mi van otthon?
A vejem hozott, jó múlt korába csirke szárnyat. Hát jó van az, ó, maradj meg. Van még vagy 6 darab édes krumplim, vagy 5. Az is elég. Mindjárt rám dudál, hogy nem fél el. Ugye milyen ügyes vagy, látod? Mercedes kis busszal. Vagy menjek? Ne menjek, ez itt a kérdés. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Lehet bemegyünk, iszom egy kávét. Nem a szárnak nem tudom. Tényleg nem tudom. De mondjuk, hogy iszom egy kávét, az végig gondolom. Mert nem igaz, hogy üres a hűtő, mert ne hidd már, hogy maradj már, de hogy üres. Az agyam, na az üres a fejem. De a hűtő nem. Azt így ellamentálok reggel, 4:30-kor keltem. Csak akkor nem beszélek, ha egyedül vagyok. Még ott nem tartok. Ott még nem tartok. Nem sok híje van, nyugodjál meg. Torna meg volt már reggel? Meg volt? Lábemelge, vál, húzogatás, de csak 2. Nehogy megerőltesd magad, mert ott dög lesz meg. Elszoktál a sporttól, be vagy zárva, mióta hülye vagy. Nem szabad. Én szerintem nem kell más. Hát ezt egy elszívom, ezt a cigit. Végül is itthon vagyok. Hogy néz ki ez? Megmutatom nektek. Hogy nem sül a pofája a polgármesternek, de tényleg. Nézd csak ide. Nézd már meg, milyen a házunknak az oldala. A kaput én takarítottam be. A második emeleten lakik egy srác. Egy családapa, vele együtt össze volt grafitizve. Letakarítottuk, befestettük. Nézd meg ezt a falat, voltam bent ennél, na ne egyed múlva. Az anyának a picsája, annak is. Nézd meg! Mondtam, adjon már egy kis pénzt. Nézd meg, itt a zsinagóga mellettünk, gyönyörű. És nézd meg ezt a falat. Nézd meg. Szerinted így kellene neki nézni? Ó, várja, mutatok jobbat, várja. Na, végül is itthon vagyok. Úgy héderek, ahogy akarok. Veszem. Ez mi az anyja picsája? Sose fogjuk megtudni. De nézd meg csak. Tessék. Nézd ide. Szerinted? Itt az Eres Színház. Nézd meg, hogy néz ki, baszki. Nézd meg. Nézd meg. És van pofája nem adni pénzt. Hogy van pofája nem adni pénzt a háznak. Hát szerinted mi az anyák picsájából újítsuk föl, te hülye? Mondjuk eznek a színháznak a dolga lenne, de hát szerinted ekkora lyuk? Hány patkány megy be? Mert szerintem is sok. Na, összegrafitizve, hogy a kezed rohadt volna le. Tőből. De tényleg. Én abban reménykedek. Reménykedem. Nézd meg, ez is összegrafitizve. Össze-vissza grafitizve. És ugyanakkor a zsinagóga olyan szép, de olyan szép a zsinagógánk, hogy elájulsz. Múltkor megosztottam. Belül, én nem voltam még belül. De ezt is mondd meg már, mi az Isten verésének kell? Ott van. Tudod, mióta van így? Há, vagy 6 éve? Há, miért nem lehet azt már onnan lebontani? Mert így engem nem zavar, de mikor kutyával vagyok, akkor igen. Neten? Na, most kinyitjuk a kaput, hát elviszik a kocsit. Benne van minden. Szarunk rá. Miért nem lehet adni pénzt, hogy nem nekem, mondjuk nekem is lehetne. Nem nekem, hanem a háznak, hogy felújítsa kívülről a homlokzatot. Ott darisztam neki bent a fogadó órán. Segítsen már. Aha, ahogy te segítettél. Úgy segített ő is. Fülebotját nem mozdítja. Fülebotját nem mozdítja, baszki. De megteheti, fiam.
Olyan pozícióba ül, hogy pont szarít rá. Jó napot kívánok! Hogy láss, kinek köszöntem majom. Tessék köszönni az utcaseprőnek. Mert ha ő nem dolgozna, akkor mi térdig járnánk a szarba. Nem dobjuk el a csikket itt sem, máshol sem. Beülünk. Azt elmélkedünk még az élet hiába valóságát. Semmit nem látok. 313 ember, az igen. Jó Istenem. Nagyon furcsa egyébként, nagyon érdekes. Megfogadtam, és tényleg be is tartom, én Irénkében nem állok bele. Azt a paraszt kurva anyádat konkrétan. Ebből a krákogás és köp a földre. Belém köt a rendőr, nem? Jó van. Fú, az ilyeneket de utálom. Na, hogy Irénke tegnap élőzött. Hát néztem egy ideig, bírtam, nem sokáig bírtam. És mondja, hogy hát 14-en vagyunk, ő még vár. És akkor voltunk 1500-an, vagy mennyien. Tényleg sérült, szerencsétlen. Aki ismeri, az mondja már meg neki, hogy menjen el énektanárhoz. Mert lehet, hogy nem lenne rossz hangja egyéb iránt. Nem tudom. Nem vagyok énektanár. Kárdek Henit kéne megkérdezni, mert Heni ért hozzá. Hogy... És fiam Váltig állította, hogy amíg nem leszünk legalább 20-en, ő nem kezd el élőzni. De akkor már nem tudom hány, mit tudom én, hány ezren voltak már akkor. És ez olyan, de tényleg ez egy tetű dolog részünkről, és ebben én is vastagon benne vagyok, megmondom őszintén. De annyira adja magát a franc megeszi, de nem fogom többet, nem fogom bántani, mert bántja az élet. És akkor ma reggel a TikTokra fölmentem, mert mi az anyám csaját csinálnék korán reggel szombaton. És ott volt a drága, hogy 500-an nézték az ő videóját. Nem érted? Hát majdnem 4000-en nézték. És ő zokogott. Rohadjak meg, ha nem zokogott. Zokogva köszöntem meg, hogy 500-an megnézték a videóját. Teljes ötétség van az agyában. Nem tudom, hogy sérült-e, vagy csak teszi, hogy az... Mert állítólag a Bíró Mari is csak teszi, hát nem létezik. Amek tegnap ilyen fekete, horgolt, hát mint egy nem zombi, mert az hülyeség, a zombi az nem olyan. Hát mit tudom én, hát mint egy apáca, aki már meghortoz, visszajött, körülbelül úgy nézett ki. Csirké, napos csibe, ott volt egy pucolt tyúk, hagyjál már elég, mert leütlek. Ott volt egy pucolt tyúk, és a napos csibét rátette a tyúkra, hogy mennyire morbid. Fú, te! El is lapoztam gyorsan, meg van egy olyan lehetőség a TikTokon, hogy nem érdekel. Na, úgyhogy beállítottam, hogy nem érdekel, többet nem dobja föl Marit se. Na, álljunk be, gyerekeim, én nem maradok. Márnia, visszadoklak a helyedre. Marit, kapaszkodjál, bazd meg, menessé! Nagyon sok a homeless, te. Nagyon sok a homeless. Azt hittem, nem indul el, nem mondom. Itt ragadtál rigókat. Ja, mert hülyén álltam fel. Kicsit hátrébb megyünk. Sovány disznóvágtába. Bum, 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 bum. És nem ad rá pénzt, hogy szépen felújítsak a homlokzatot. Pedig nem mi basztuk tönkre. Nem a graffitisek, meg a turisták, meg hát a színház, nem mondjuk meg őszintén. Vasajtajuk van, hát nem tudnak mit csinálni, nem direkt csinálják azok sem. Apropó, a Béla budiából kitakoltak. A Béla budia már rendben van. Érted? Az enyém az nincsen rendben. Nekem várnom kell június végéig. Tán, ha igaz, de abba se vagyok biztos, szerintem lesz az jövő június. Én ezt se értem. Beszéltem itt lakókkal, hogy mi az anyám picsáját tudok csinálni.
Hát azt mondták, semmit, Márti. Annyit, aki nem utál annyira. Nem sok van olyan. De van egy-kettő. Az azt ajánlott, hogy fordulj az önkormányzatot. Hát mondom, szerinted, Karcsika, nem fordultam, baznak. Szerinted nem fordultam? Hát az első, miután önkormányzati lakása vénydögnek a lakása, hogy rohadjon meg. Mert ez már semmi másról nem szól, csak hogy hogy basszunk ki Mártával. Ez semmi másról nem szól, babám. Ez nem arról szól, hogy ő fél a koronavírust, az anya picsájától fél. Ez a még pénzt akar belőlem kivasalni. Azt akar kivasalni, pedig adtam neki annyit, de annyit te ne tudd meg. Na jó, befejeztem a morgást, bevásároltunk, litánia megvolt, értelme semmi nem volt. Semmi nem volt, nézd meg, milyen szép gombát kaptam. Látsz belőle, látsz belőle. Vettem egy rohadt nagy fejes salátát, diós kenyeret nagyon szeretem. Dezinficiáltam a kezemet. Vastag bőr van a pofámom, de arra még tettem egy maszkot is. Na. Bezárom a kaput, iszom egy kávét. Ki van takarítva, ki van mosva, ruhát beszedtem. Mi az anyát, kínját akarsz még tőlem? Mit szeretnél még, mit csináljak? Virágot ültettem este 11-kor szekfűt. Török szekfűt az ablakba. Reggel kinyitottam az ablakot, illetve felhúztam a redőnyt, vagy hát igen. Olyan illat jött be, a török szegfű. Istenem, de jó volt. Karácsony Gergő, mondjál le. Ne derülne, te is mehetsz a levesbe. Azt mondom, én így a 7. kerületi lakos. Amit nem lehet tőle elvitatni, hogy takarítja az utcákat, mert ez tény kérdés. De azon kívül gata, gata, ó, ne, semmi. Azt hittem, hogy ez egy rendes ember. Hát nézd, erre mondják, hogy hinni a templomba kell. Hinni a templomba kell. Hát velünk nem tett jót, na. Velünk nem tett jót. Velünk nem tett jót. Én visszasírom Hunva a Gyurit. Én tudom, az is simlis volt, az is megérte a pénzét, mindent megértek. De Gyuri legalább nem csak így csinált, tudod, hanem néha így is. Nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Nem csak mindig így, hanem néha így is. Gyuri nagyon jó ember. Nagyon jó ember, csak hát az is elbaszta a renoméját, mint annyi mindenki más. Undorító ez a politika. De hogy egy házfelújításnak mi az anyám kénye köze van a politikához? Mert nem azt mondtuk, hogy belülről csináltassa meg. Nem, hát belül nincs graffiti, hülye. Hát itt, aki graffitizni, letörnénk a kezét. Hát de kívül van. Le van omolva a vakolat, ázik, fel a talajvíz jön föl. Nálam nem, mert alattam színházban. Ha leszakadna a szobám, akkor én pont a színpadra esnék. Nagy lehetőség. Ha valamikor színpadon állhatok, na ez az. Hogyha leszakad nálam a parketta, azt úgy beesek a színpadra. Kívülre miért nem lehet lóvét adni? Pályázzunk. Ez a, hogy nem lehet megoldani valamit. Ez Kálmánnak a fix ideája egyébként, a szállatásomnak. Van egy probléma, hogy nem lehet valamit megoldani. Nem azt nézzük, hogy lehet, hogy nem lehet. De ez is egy ilyen férfi. Én legalábbis a fiúknál tapasztaltam. A nők se százasok, nem bántom a faszikat, férjét és nelsét, de a nők se százasok. Hát itt vagyok élő példának. De érted? Hogy nem lehet megoldani. Nem azt nézzük, hogy lehet, nem. Hogy nem lehet megoldani. Én meg bazd meg. Fogom. Én a gazdag nő. Kiszállok a kocsiból, meg ki se szállok a kocsiból, nézd meg. Nézd meg, bazd meg, itt mit látsz. Nézd meg. Végestelen végig. Ezt mind én az SK kis pénzemből. Eladok egy kép, jaj, megmutatom, már gyere már el. Nézd meg a hortenziáimat. Mi Katiba a gyerek úgy áll, fia. Nézd meg ezt a gyönyörűséget. Hát a fikusz az olyan furcsán áll, de majd átültettem az anyja kínját annak is. Nézd meg. Nézd meg a rózsámat.
Tegnap elmeteztem benne, megint van rajta tető, mert tele van hangyával. Szazök eszik. Már mindjárt kaptok a pofátokra, várja. Hát itt van a tegnap esti bűncselekményem. Nézd meg a leanderem is, hogy virágzik mindjárt. És ide ültettem, ezt nézd meg. Ide ültettem végig, török szegfű. Török szegfű szarkalá, bimbós majoránna. Nézd meg a kis fenyőimet. Nézd meg. Hát nézd meg, ez mind új hajtás az idén hozta. Nézd meg. Ez is, hát ez 20 éves ez a fa. Nem látszik rajta, de még szegény Dezső élt. A színház igazgató, és mondta, hogy hogy létezik, hogy még él. Hát mondtam, nem tudom. Ezt valószínű hipóval meglocsolta az öreg asszony, mert hogy ez haldoklik, ez a fa. Ó, ha meglátom. Fú, elvisz a rendőrség, most szólok. Akkor a kékfénybe találkozunk legközelebb, mert akkor vér folyik. Állatért, gyerekért, növényért ölök. Az, hogy felnőttek, mit csinálnak, nem érdekel. Állat, gyerek, ez is tetves. A tetves nénikéde, tegnap futtalak le. Lehet, hogy nem jó az a spré. Mm. Ott is ott van a kis török szegfű, látod? Tele van bimbóval. Na. Itt a kis vinkám, csak hát nem tudok locsolni. Nézd meg, mindig sová, de hülye vagyok. De hát mindegy. Ennek annyi. Ennek a cikászpálmának a másik is meghalt. Ez is meghalt béke poraira. Hát ez majd akkor fog virágozni, hogyha hozok rá jeget. Egyébként nem. De hogy na, hát szép. Nem mondta, hogy nem szép, mert szép. Sehol máshol kuka, kocsi. Nálam virág. Azt itt el is vágták. Ott van egy sírkert Csöpi néninél. Az a kis... A fehér kocsi mellett egy ilyen borostyán, hogy mi a szarnak oda, hogy ne álljanak elé nyilván. De mint egy sírkert olyan. Nézd meg a vadszöllő, meg a lonc, hogy fut föl. Olyan szépen meg lehetne csinálni, és bazd meg nem. Mert az Isten pénze nem elég egyiknek se. Az Isten pénze nem elég. Na jó van. Így kezdtem, hogy nem orogjak, az azóta egyfolytában csak ugatok, meg morgok. Na, meg a nézés. A járásomat nem látod, hogy egyenes derékkal megyek, margó. Nincs görnyedés, mint volt. Semmi, szedd ezt a kurva kapszulát, mert tényleg jó. Na, elnyomjuk a cigarettát. Nem gyújtjuk fel a kukát, igyekszünk nem felgyújtani. Hát, ha sikerül, akkor sikerül, nagy dolog. Tűzoltóság van. Nem voltja. Nem tettem bele. Majd várunk még vele. Na. Kaput nyitottam, zártam veletek. Hangotok ne legyen, mamma. Hangotok ne legyen. Ez a kurva kapja. Ezt is egy sapka pénzét csináltatta Gyuri meg nekünk Humboldt. Nézd meg ezt a kaput, várjál baszki. Hátrébb jövök, várjál. Nézd meg ezt a kaput, fiam. Nézd meg ezt a csiga lépcsőt. Ilyen megy föl nálunk. Gyönyörű. Nézd ezt a kaput, mely. Festeni szebbet nem lehet. Festeni. Na mondjuk azt nem igazán értem. Felső kis tolózárat, hogy álmodta meg a tervező. Hát mondjuk, ha zsiráfok laknak itt, akkor korrekt. De szerintem nem lakik itt zsiráf. Én legalábbis még nem találkoztam vele. Na. Úgyhogy ennyi. Ennyi, babám. Bevásároltunk. Elkötöttünk egy rahedli pénzt. Pénzt kéne hamisítani. De hát, hogy nem értek hozzá, hülye vagyok hozzá. Hát hülye vagyok hozzá, hülye vagyok. Na, ágyesz, bugyesz, pakolok befele,
Jók legyetek, majd visszolvasom, hogy mik voltak a reakciók. Na, reggel, mondom, kipróbálom ezt a játékot, hogy melyik dal szól az életedből. Az én életemről a Repül a bálna című dal szól. Mondtam anyád, így korán reggel. Ismerem a dalt, Repül a bálna. De miért? Tehát érted, hogy mennyire beletalált? Aki röhögött rajta, annak, hát nem sok jövőt jósolok. Igen. Napsugaraim jók legyetek, szobatiszták, kollagén szedjétek, szemöldök torna, fültorna, és ilyenek. Majd jövök, jó? Pupi.